Sportág választó rendezvény keretein belül ismerkedhettek meg a dombóvári diákok a városban elérhető mozgásformákkal. Az esemény a település több pontján zajlott. Régebbi hagyományai vannak, de inkább azt mondanám, hogy az utóbbi néhány év volt az, amikor újra gondoltuk ezt az egészet. Ilyenkor, amikor szeptemberben elindul az iskola, akkor gondoltuk azt, hogy egy sportág választót tudunk tartani, és ilyenkor egy kínálatot tudunk biztosítani a jelenlévő iskolások számára, akár akik iskolát váltanak, és akkor kerülnek ide frissen Dombóvárra, és be tudjuk ilyenkor mutatni, hogy milyen egyesületek vannak Dombóváron. Dombóváron 27 egyesület van, ebből jelenleg 20 egyesület az, aki vállalta a mostani szereplést ezen a sportágválasztón. 10 van ezen a helyszínen, az Újvári Kálmán sporttelepen, és itt mellettünk a szomszédban szintén 10 egyesület, a Farkas Attila, Oszoda és környéken. Korosztályok vonatkozásában korlátozást nem gondoltunk. A legkisebbek az óvisok, akik már itt a délelőtt folyamán megjelentek, mind az 5 helyi óvodából itt voltak. Volt a részükre egy közös mozgatás, egy ilyen kis aerobikos közös torna, majd ezt követően körülnéztek itt a sportok lehetőségeit illetően, és a számokra egy sorversennyel zárult a mai délelőtt. A sorversenyen pedig 10-10 csemete küzdött egymással, a többiek pedig, akik itt voltak, drukkoltak. Nagyon szép számmal megjelentek ők is, volt, amelyik óvodából közel 50-en jöttek, és hát így, akik aktívan részt vettek a sportversenyben, és azok is, akik közvetett módon csak drukkoltak, nekik a végén egy műzli szelettel távozhattak. Az általános és középiskolás diákoknak egyéni pontgyűjtési lehetőséggel készültek a szervezők, több helyszín meglátogatása több pontot jelentett, ami értékesebb díjra adott esélyt a nap végén. 4 általános iskola és 3 középiskola a Dombóváron, ők valamennyien ideérkeztek. Egyébként a rendezvényünknél körülbelül 2000 főre számítunk, tehát 2000 diákra, illetőleg óvisra, és ezek a diákok, amikor megjöttek, akkor az információs tannál kapnak egy-egy pontgyűjtő füzetecskét, itt fel vannak sorolva a pontgyűjtési lehetőségeknek a helyszínei. Igyekeztünk a sporttal kapcsolatban egy összetett versenyt azért létrehozni. Ugye minden sport valahol a versenyről vagy a versengésről szól. Az óvisoknál ott még ezt annyira nem követtük le, de az iskolák közötti verseny az meghirdetésre került, és ennek egy fejezete az, amit előbb említettünk, ez az egyéni pontgyűjtés, hogy melyik iskolából hányan vesznek részt, és ez a részvételi szám, ez hogyan aránylik az iskolának az összlétszámával. Tehát így a kisebb létszámú iskoláknak is van arra lehetősége, hogy akár nyerjenek. Tehát az összpontszámnak ez az egyik alapja, a másik alap, másik összetevője pedig itt a szomszédos művelődési házban van egy sporttal kapcsolatos szellemi vetélkedő. Ezen 6 iskola nevezett, 2-2 csapattal, tehát összesen 12 csapat vesz részt ezen a szellemi vetélkedőn. A diákok hasznosnak találták a sportág választó szellemi részét is, ahol hasznos információkkal is gazdagodtak. A művelődési házban egy Buzanszky Jenőről szóló szellemi vetélkedő volt, amin több csapat, több iskola és csapat vett részt. Ez Buzanszky Jenő és Helsinki Olimpiáról szóltak a kérdések, és legtöbbet tudtuk a mi csapatunk is, ugyanis mi is indultunk rajta, a Szentorsója is. Igazából legérdekesebb az volt benne, hogy Buzanszky Jenő életét kicsit mélyebbről meg tudtuk ismerni a kérdések által. Én focizom már 8 éve. Szerintem a sportágválasztó az azért jó, mert a gyerekekkel meg tudjuk ismertetni a többi sportot is, amit nem tudott felismerni, és ki tudja próbálni, el tud menni arra a sportra, és nagyon jó itt az idő is erre most pont, a szervezés is elég jó, és nagyon jó az benne az is, hogy a pontgyűjtő füzeteket, amiket minden sporthoz menni kell, ez motiválja a gyerekeket, hogy több helyre menjenek. A 14 éve judózó Gergő jó lehetőségnek tartja a rendezvényt, ahol a városban elérhető szinte összes sportágba betekintést nyerhetnek a fiatalok, noha ő más úton jutott el a választott sportághoz. A szülők által jött ez a küzdősport dolog nálunk, és hát miért hasznos? Igazából a szabadidőben
fejleszti a mindenféle készséget, új barátokat szerezhet az ember, szóval nagyon hasznos dolognak találom ezt. És egy közösséget is lehet itt alkotni. Itt mindenki jól érzi magát, hogy körülnézünk. Azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog. Sportág választ azért jó, mert a gyerekeknek ad egy rálátást arra, hogy milyen sportok vannak igazából a városban, milyen sporttevékenységeket csinálhatnak szabadidejükben, szóval azt gondolom, ez miatt nagyon hasznos. A sportágválasztó rendezvényhez kapcsolódva először hirdette meg példaképek elnevezéssel pályázatát a Dombóvári Sportszövetség és a város önkormányzata. Egy dombóvári sportoló életútját, érdemeinek megjelenését várták kreatív formában. A sportszövetség zsűrizte a munkákat, az első helyezett a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikum diák önkormányzata által készített kisfilm lett.